Tisztelt honfitársaim! Magyarok a Kárpát-medencében és az egész világon. Nagyon sajnálom, nem tehetem meg, hogy hagyományos újévi köszöntőt mondjak. Bizonytalan és válságos év előtt állunk. Nem csak az a kérdés, hogy a vészeljük át, hanem az is, hogy mi lesz utána. Milyen állapotban fogunk megérkezni a válság utáni napokba. Mindenkihez, a jó akaratú emberekhez szeretnék szólni ma. Természetes, hogy mindnyájan azt kívánjuk, minél kevesebben és minél kevésbé szenvednénk meg a válságot. De hát ez nem kívánság dolga. Egyáltalán felfogjuk-e a helyzetet, és azt, milyen sok múlik rajtunk. Kár lenne, ha csak azzal törődnénk, ami közvetlenül minket érint. Amíg nem az én munkahelyem szűnik meg, nem az én vállalkozásom omlik össze, nem az én családom nélkülöz, addig a válság a mások dolga? A bankok baja, ha nincs pénzük? A televízió és a hírek hozzászoktattak ahhoz, hogy százával hevernek a halottak. Iparágak vagy országok gazdasága omlik össze. Ennek ellenére bizony mindnyájunkat érintő fontos kérdés, hogy 75 ezer vagy 200 ezer ember kerül-e utcára, hogy mi lesz a családjukkal. Senkinek sem mindegy, hogy mínusz 1 vagy mínusz 3 százalék lesz a gazdasági növekedés, vagyis magyarán a zsugorodás. Vajon terrázza-e az egész társadalmat, hogy néhány év alatt mint a országból sereghajtók lettünk? Csak ha az általános rossz hangulat, a városok, falvak és a szolgáltatások leromlása, az erőszak terjedése, a mindennapi kapcsolatokat elöntő türelmetlenség és kíméletlenség, majd az elszegényedés átcsap egy határon, csak akkor fogunk majd arra gondolni, hogy ezek bizony nem véletlenek, hanem következményei valaminek. És akkor majd bűnbakot keresünk-e, vagy belátjuk a magunk mulasztásait is? A világméretű pénzügyi válság és a gazdasági visszaesés különösen sújtja Magyarországot. A válság ugyanis már súlyosan legyengült állapotban találta az országot. A kiút világos meghatározása és az alapvető változások sürgős bevezetése a kormány felelőssége. Én azonban most nem a politikusokhoz, hanem önökhöz szólok. Önökön legalább annyi múlik, mint a politikusokon, sőt szerintem több. Önök, a választópolgárok bízzák meg és hatalmazzák fel az állam működtetésére és a helyi ügyek intézésére a képviselőket, akik önöknek felelősek. Önök ítélik meg tevékenységüket minden választáskor. De ne forduljanak el a politikától a választások között sem. Van lehetőségük a véleménynyilvánításra és a nyomásgyakorlásra, képviselőik ellenőrzésére. De ez csak egy kis része az ország életének és az önök életének is. Arra kérem tehát önöket, gondoljunk arra is, ami a mostani helyzetben rajtunk és csak is rajtunk múlik. Azt hiszem, önök is egyetértenek velem abban, hogy rajtunk múlik, ki milyen választ ad a saját életében a válságra. És biztos vagyok benne, egyetértenek abban is, hogy ilyen válaszra szükség lesz. Hiszen a magunk és a családunk számára ki kell alakítanunk a felszínen maradás stratégiáját. Ez pedig nem megy a régi módon. Nem csak a korábbi gazdaságpolitika miatt, hanem azért sincsenek az országnak tartalékai, mert nincsenek lakossági megtakarítások. Elköltöttük a pénzünket, sőt jóval többet. Az embereknek pedig a válságban még súlyosabb teher a hitelek törlesztése. A legfontosabb tehát a jövőre nézve, saját erőforrásaink, pénz, idő, egészség, bölcsebb beosztása. Ez régi jó tanács, noha el tudom képzelni, hogy sokan idegenkedve fogadják a takarékosságra vonatkozó intelmeket. Pedig csupán saját döntéseink mérlegelését javaslom. Mindig meg kell gondolni, mi az igazán fontos. Nagy fordulat lehet az életünkbe, ha azt keressük, ami valódi szükségleteinket és boldogulásunkat szolgálja. Ne féljünk elővenni a meghitt régi szavakat és tanácsokat, amelyeket mindenki megért. Ilyen a felelősség is.
A takarékosság is elsősorban felelősség, hiszen a felelőtlen költekezés ellentéte. De felelősek vagyunk nem csak anyagi helyzetünkért, nem csak családunkért, hanem emberségünk megőrzéséért is. Ha a helyzet romlik, az emberek idegesebbek, kevésbé fegyelmezik indulatainkat, hiszen ezt már tapasztalhatjuk. Mégis a jó akaratú emberekben bízom. A mindennapok küzdelmeiben, a munkahelyen, az üzletben, az utcán és emberi kapcsolataikban megőrzik az emberi tartást. Nem hagyják tovább romlani a légkört. Tudom, hogy nehéz, de ha erre ügyelünk, ha van ilyen belső iránytünk, akkor majd tudunk vigyázni egymásra, keserűségünkben sem fordíthat senki a másik ellen. Felelősségünk van tehát egymásért is. Az önállóság is nagyon fontos abban, hogy ne törjön össze minket a válság. Ilyenkor mindenki elsősorban magára számíthat, illetve szűkebb környezetére, a családjára, a barátokra. Az önállóság azonban egyszer s mind önérzetet is jelent. Éppen a nehéz időkben szükséges, hogy legyünk öntudatosak, és felelős emberként utasítsuk vissza, ha akár gazdaságilag, akár politikailag ki akarnak használni. Azok, akik bíznak egymásban, kölcsönösen megsegítik egymást. Ezért az önállóság elválaszthatatlan a szolidaritástól. A közvetlen baráti segítségen túl nem lehetünk közömbösek mások sorsa iránt sem. Aki teheti, nyújtson segítséget azoknak, akik végképp támasz nélkül maradtak. Jól tudom, sokszor éppen azok adakoznak, akik maguk is rászorulnának. Az embersége szép megnyilatkozásai mellett azonban óriási feladat vár a nagy segélyszervezetekre, valamint az egyházakra. Tisztelt honfitársaim! Reményt és sok erőt kívánok Magyarország népének és minden magyarnak. Legyen boldog a ma beköszöntő új esztendő. És végül engedjék meg, hogy megosszak önökkel egy gondolatot, amelyet gyakran felidézek magamban. A tisztesség hosszú távon megéri.